Ronzélme Surman Gábort köszöntök nagy szeretettel. Tegnap mondtuk, hogy ugye a tigris beleharapott a cápa farkába, majdnem kihúzta a partra. Igen. A cápa nagyon erős volt, de helyt állt a tigris. Most azonban nagyot haraptak, és megvan a bronzérem, az újpesti klub fennállásának legnagyobb sikere. Hogyan érted meg, mert én mondtam ezt a Mészáros Bencének is, hogy valahogy úgy látszott, hogy végig uralta ezt az Újpest a meccset, nem vesztettek el az első 1-2 perc kivételével. Igen, hát ott kezdeném, hogy sajnos a mai napra, a tegnapi igencsak kompetitív játékunk, amit a Nyíregyháza ellen 36 percig nyújtottunk, az úgymond vezéráldozattal járt, mert a Horváth Kristóf nem tudott pályára lépni egy sérülés miatt. Megjegyzem, tegnapi sérülten játszott, amiért a legnagyobb tiszteletemet kell neki mutatnom. Én egyébként soha nem szoktam ezzel foglalkozni, úgy jöttünk ide a tornára, hogy a három versenyképes fiatalom, illetve legkiemeltebb fiatalunk közül kettő sérülés miatt nem állhatott rendelkezésemre, illetve egy 20 pontos játékosunk, Csaba György se. Úgyhogy, de mi mindig abból főzünk, ami van. Nekünk nem volt a szezonban még olyan mérkőzésünk, hogy teljes csapattal tudunk kiállni, de tényleg azon vagyunk mindig aznap, hogy aki a rendelkezésemre áll, az a legerősebb 12-es keret. De rátérve a mérkőzésre, egyébként én is úgy érzem, ahogy jól látod, hogy végig kézben tartottuk a mérkőzést. A srácok olyan extra energiákat mozgósítottak, azt azért tudni kell, hogy mi nem mindig játszunk a saját csoportunkban olyan fizikális és minden szempontból megviselt mérkőzés, mint tegnap a Nyíregyháza ellen, amiben egyébként rengeteget fogunk tudni tanulni, és már örültem egyébként, mert a Nyíregyháza edzőjével pont beszélgettem mérkőzés előtt, esetleg egy edzőmeccset egymással tudnánk játszani a szezon további részében, amikor esetleg egy-két nap szünet van. Úgyhogy, de ez a jövő, nagyon büszke vagyok a srácokra, mert tényleg abszolút kézben tartották a mérkőzést. A kulcs az az volt, hogy a lepattanó csatát nagyon megnyertük, illetve megint volt egy olyan dobó százalékunk, illetve dobó szakaszunk, hogy így fogalmazzak, amikor ugye tényleg sok... Szinte mindenki betalál. Igen, ez egész szezonra jellemző, tehát nagyon tág a taktikai, illetve a támadó repertoárunk, nyilván ezen a szinten, azt hozzáteszem, de hát például, ha mást mondjak, a 90-szeres válogatott Horváth Ákos egyszerűen sokat virágzását éli. Így van. És lényegében kb. Le se tudom cserélni, mert egyrészt pályán kell lennie, másrészt meg ő annyira játék orientált a mai napig, hogy tényleg emelem kalapom előtte, úgyhogy dióében ennyit tudnék mondani. Csak gratulálok ahhoz, hogy a csapat a négy közé jutott, a TF Budapest gárdája. Neked sikerült annak idején magas bemenni a kupát, most a negyedik hely sikerült, egy sérülésektől sújtott gárda jutott el idáig. Ezt nyugodtan mondhatjuk. Azt hiszem, ennek ki kell térnünk, mert rövid volt a kispadunk, és nehéz azért ezeket a fiúkat pótolni. Igen, nyilván ez a harmadik helyér zajló meccs, ez nálunk azért azt eredményezte, hogy elfogyott a kispad. Ugye az ellenfélben nagyon sok játékos van, és ezáltal sokkal jobban tudták rotálni a mezőnyüket. Én ettől függetlenül, hogy negyedik helyet értük el, én nagyon büszke vagyok a csapatomra, nagyon sok előre mutató jel volt, amit úgy gondolom, hogy a bajnokságban nagyon, nagyon sok mindenbe tudjuk majd hasznosítani, és új dolgokat nyertünk, mint ahogy annak idején még volt talán olyan mérkőzésünk, ahol sérülések ugyanígy sújtották a csapatot, ott is a fiatal játékosok nagyon tudtak nyújtani. Úgy gondolom, hogy megpróbáltam én is őket olyan szituációba betenni a pályára, amikor tudtak döntést hozni, és ezek én úgy gondolom, hogy a több hely, vagy többnyire jó döntések voltak. Hát igen, ez egy örömteli dolog, annak ellenére, hogy két vesztes mérkőzés sem vagyunk túl. Azért mégiscsak mi rendeztük, mi adhattunk otthon egy ilyen... Ez már önmagában érdek. ...mérkőzésnek, meg főleg egy ilyen különleges időszakban, amikor mindenki otthonról tudja ezeket a mérkőzéseket csak megtekinteni. Nem vagyok elégedetlen. Nyilván persze az ember mindig győzni akar, és ezt próbálom a fiúknak is átadni. Ez egy lépcsőfok volt. Reméljük, legközelebb nagyobbat lépünk. Köszönöm szépen, menni kell tovább. Én sok sikert kívánok egyrészt a sérültek felépüléséhez, másrészt a bajnokságban, ott pedig úgyis találkozunk a meccseken. Köszönöm szépen. Mészáros Csaba és Mészáros Bence. Két tripla király. Mészáros Bence ezúttal is igazolt. Amikor kellett, akkor elsüllyesztetted azt a triplát, ami talán végig demoralizáló volt. De én azt hiszem, és mondtam a közvetítésben, tulajdonképpen az első perceket leszámítva, úgy érzem, mondhatod te is, hogy magabiztosan végigvezetve megérdemelten nyerte meg a megyei tigrisek ezt az értékes bronzérmet, amely a klub eddig legnagyobb sikere. Igen, először is köszönjük szépen. Úgy érzem, szia Tomó. Igen, tényleg végig. Tamács, köszöntlek, szeretettel. Szép ez a gyerek, jó játszó. Szép gyerek. Így van, ahogy mondtad, végig magabiztosan éreztük ezt a mérkőzést. Hátul is stabilak voltunk, sikerült a megbeszélt taktikát betartanunk. Elő is jobban elkaptuk a ritmust.
Úgyhogy még így is, hogy a kezdőjátékosunk Horváth Kristóf lesérült. Igen. Súlyos a sérülés? Egy apró kis húzódás szerintem jövő hétre, vagy a következő bajnoki mérkőzésre már rendbe fog jönni. Azt hiszem, Kerkő Jákosnak és a csapatnak nincs igazán oka csalódása. Hatalmas csatát hívtak a BKG Prímával, most hatalmas csatát egy nagyon motivált és erős Újpesttel. Nem sikerült, de azt hiszem a negyedik hely és a négyes döntőbe jutás szép teljesítmény. Szerintem feldolgozva ti is így érzitek ezt majd. Először is igen, ez egy szép eredmény volt, hogy bejutottunk a négyes döntőbe. Itt gondoltuk, úgy készültük, hogy egy döntőben bármi megtörténhet, tehát hogyha kifogunk egy jó napot akár a BKG ellen bejuthatni, akár a döntőbe, ott is megpróbálni. Nem sokon múlt, igen, így utólag kiderült. Ugyanígy álltunk neki a bronzmérkőzésnek is, hogy mindenképpen meg akartuk szerezni a bronzérmet, ami sajnos nem sikerült. Kicsit talán meccs végére kicsit elfáradt a csapat, lehetett érezni, hogy nem voltak olyan gördülékenyek a támadások, meglátszódott a tegnapi elődöntő, ez sokat kivett belőlünk. De ez egy nagy élmény a csapatnak, hogy hazai pályán ugye mi rendeztük a final. Ennek volt a rendezés, ezt meg kell jegyezni. Köszönjük szépen, és ez egy nagy élmény mindenkinek, hogy ezt megrendezhettük. Fiatal csapat vagyunk, ez úgy gondolom, hogy motivációt adhat a fiatal játékosoknak is, hogy egy ilyen tornán szerepelhettek. Több fiatal játékosunk is pályára lépett, akik lehet, hogy a bajnokságban eddig kevesebb lehetőséget kaptak, de most ők is hasznos játékperceket tölthettek a pályán, ez úgy gondolom, hogy nekik is egy nagy élmény, és dolgozunk tovább, mivel a bajnokságban szeretnénk még jobb eredményt elérni, mint ahol most állunk. Most ez egy jó felkészülésnek is tekinthetjük ezt a két mérkőzést, és ezt a formát próbáljuk átmenteni a bajnoki találkozókra is, mert most egy kisebb, rosszabb időszakban van mögöttünk, amint szeretnénk javítani, hogy jobban sikerüljön a február és a márciusi hónapunk. Most még szomorú talán Karosi Gergő, hiszen negyedik lett a csapat a négyes döntőbe, de azért a négyes döntő is nagyszerű eredmény, és azért valljuk be, mondtam már Beák Gábor, sok volt a sérültünk, a fiatalok mindent megtettek, harcoltak, egy nagyon motivált, rutinos, válogatott játékosok is fel a Újpest ellen. Belülről hogy láttad? Én néha úgy éreztem, hogy az obligát 9-10 pont az mindig megmarad, mindig volt egy higgadt húzás az Újpest részéről, és náluk mindenki nyújtott valami extra dobásban például. Így van, először is szeretnénk gratulálni az Újpestet, nagyon szépen játszott. Hát igen, mi egy fiatal csapat vagyunk, de ebből a vereségből is tudunk profitálni majd a szezon további részében. A dobásaink ugyanúgy mentek, mint nekik is, de sajnos elhúztak a másik negyedbe, és sajnos nem tudtuk ledolgozni. Azért azt hozzáteszem, hogy ez olyan szempontból jó iskola volt, hogy az U20-as csapat, amelyik országos döntőre készült, és remekül mennet el. Azt hiszem, hogy ebből te is és a többi társad is tudtok profitálni. Természetesen a vezetőedző mindenkinek megadta a lehetőséget, megmutatja, mit tud. A pályán töltött percek nagyon sokat fognak segíteni az U20-as bajnokságban eltöltött perceken ugyanúgy.